Két hete születelik a kajszi barackot ezen a 6 hektáros oszkói ültetvényen. A birkás család két fajtát termeszt, így elnyújtott az érés. Vas megyében nem kedvez a savanyú talaj a sárga baracknak, ezért a gazdálkodó meszezéssel javított a termés átlagon. Tavaly rekordterméssel hálálta meg a gyümölcsös a gondoskodást, egy-egy fán 3-400 kg termett. A folyamatos csapadékot próbáljuk neki megadni, amire szüksége van a növénynek. Idén mondjuk erre nem volt példa, mert ugye elég sok eső esett, viszont a napsütéses órák számát nem tudjuk sajnos befolyásolni, az, amiben egy kicsit hiány szenvednek. Tavaly a barack cukortartalma 18 fokot is elérte, idén 13 fok körül mozog, mondja Birkás Rihárd, ezért csak a teljesen érett gyümölcsöt szedik le a fákról. A mennyiség a várakozások szerint kevesebb lesz a tavainál, a minőség viszont meghaladja azt. Nagyon lédús a sok csapadéknak köszönhetően. Ez például annyira nem egy nagy kifejlett barack, de voltak idén, amik 7 centi átmérővel rendelkeztek. Az oszkói gyümölcsösből rövid az út a győrvári pálinka főzdébe, ahogy szedik, fel is dolgozzák. A kajszi barack beérkezik a gyümölcsösből, és egyből feldolgozzuk. Ez azt jelenti, hogy előző napon bekapcsoljuk ezeket a mögöttem látható, irányított terjesztéssel ellátott fűthető-hűthető tartályokat. Ezekben a több ezer literes tartályokban erjesztik a gyümölcsöt úgynevezett irányított erjesztéssel. Ez azt jelenti, hogy állandóan az optimális 18-20 fokos hőmérsékleten tartják a cefrét, így a hagyományos eljárással szemben nem 30, hanem mindössze 8-10 nap alatt megerjed a gyümölcs.